Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 14-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik az itt látható. Ezen a napon, április 8-án, hétfőn új hold van, és egyúttal egy teljes nap finsternis. De ez a nap finsternis Európából nem látható, nem érezhető. Ez Mexikó környékén lesz, és Amerika déli részén ott látható ez a finsternis. Amikor egy finsternis van, ott mindig kármikus témákról van szó. Ezúttal az új hold eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, ami jelent egy új irányt, egy új kezdetet, változásokat. Tehát kármikus témák érezhetők, de nagyobb hatással nem ránk hat ki, hanem Mexikó és Amerika déli részére azon a területen hat. És hogy mi történik ezen az új hold napon, erről készítettem egy videót. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák a hétfői napon. Itt megjelenik a park, ez jelenthet egy kiruccanást, a természetet, jelenti a nyilvánosságot, lehet, hogy találkozol valakivel a nyilvánosságon, vagy mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, ami itt látható. Itt megvan a könnyűség, a mozgás, a csevegés, találkozol valakivel, beszélni fogsz valakivel, vagy keresi ő a kapcsolatot veled, hiszen beszélni szeretne veled. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, ami itt látható. Itt a mélybe kell tekinteni és átlátni bizonyos dolgokat. A ravasz róka óvhat bennünket hamis személyek ellen, vagy rossz döntésektől. Legyünk szertán kicsit óvatosak, figyeljünk oda, hogy ki milyen szándékokkal közeledik. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, ezen a napon Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó az lehet egy impulzus, viszont Szaturnusz bolygó korlátoz, amikor úgy érezzük, most nem megy tovább. Itt vannak akadályok. Mars bolygó jelentheti a férfiakat is, és Szaturnusz bolygó hatása alatt itt akkor gyakran komoly témákról, tervekről van szó. Ezen a napon Merkur bolygó és a nap szintén együtt hat. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, a szerződéseket, a kommunikációt, és a nap jelentheti a kormányt, hogy fontos tárgyalások lesznek, vagy a nap jelentheti az igazságot, hogy a nap megvilágít valamit, kiderül az igazság. Vagy lehet tisztázni ezen a napon bizonyos dolgokat. Itt a csillagok láthatóak, ami szerencsét hoz, lesz egy szerencsés fordulat. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ami itt látható. Itt a hűségről van szó és szerelmi témákról, de ez a kutya lehet egy barátnő is, hogy találkozol a barátnőddel, meg tudtok bizonyos dolgokat beszélni egymással, vagy lesznek barátságok. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt a torony lehet egy korlátozás, amikor ki kell lépni egy szűkös helyzetből.
A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. Itt rendezni kell valamit. A torony jelentheti azt is, hogy szeretnél valamit kiépíteni, megnagyobbítani. Erre most megvan akkor a lehetőség. Itt van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád. Ez a mozgás mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, változások. Itt előre mennek most akkor az események. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!